2018. szeptember 22. szombat, reggel 7 óra 10 perc. Indulok föl egy kis hétvégi tekerésre a Balatonra, itt a Pécsi pályaudvaron vagyok. 10 perc múlva indul majd a vonat, Fonyódon fogok leszállni róla, onnan átkompozok szembe Badacsonyba, Badacsonyból átmegyek Keszthelyre, ott töltök egy éjszakát faházban, és Keszthelyről vasárnap vissza Fonyód, Fonyódról vonattal pedig vissza Pécs. Fölraktam a bringát a vonatra, le is gumipókoztam, nem fog majd elmozdulni, és itt vannak a cuccaim. Egy kis háti táskám, illetve a kerékpáros táskám. Mivel faházban leszek a keszthelyi kempingben, ezért most nem kellett sátrat vinnem magammal, se alátétet, úgyhogy most egy kicsit könnyebb lesz a túra. Viszont hideg frontot ígértek, az erős szelet már tapasztaltam reggel idefele is, nagyon erős szembeszél volt északi, 19 fok volt, mára ígértek egy kis esőt, hideg frontot, hát remélem nem lesz sok eső belőle, a hideg az jöhet, azt még kibírjuk, tekerés közben nem érzi az ember, és vasárnapra egy kicsit jobb időt mondanak már. Hétfőtől pedig újra hideg front, tehát akkor már a melóhelyen leszek. Na, amíg megállt a vonat, addig gyorsan mondom, hogy mennyi volt a menetjegy. Teljes áru menetjegyet kellett vennem Pécs-Fonyód között, ugye? 2830 forint volt, és ehhez jött a gyorsvonati pótjegy, ami 235 forint volt. Valamint kellett még ugye a kerékpár miatt egy kerékpárjegy, de most olyan szerencsém volt, hogy mivel autómentes hét volt, ezért díjmentes volt a kerékpárjegy. Egyébként ilyen 460 forint szokott lenni. Hát így összesen volt akkor az egész 3065 forint. Talán azért annyira nem felhős az idő. A nap még minden esetre itt-ott süt. Kombájnok kín vannak aratnak, vagy készülődnek az aratáshoz. Most van 10 óra 4 perc, megérkeztem Fonyódra. Eléggé húzatos az idő, fúj a szél, és azért itt már hűvösebb van, mint Pécsen. Fonyódi vasútállomáson egyúttal most meg is vettem a holnap hazafele menő vonatjegyet is. Az ára az ugyanaz, 2830 Fonyód Pécs, gyorsvonati pótjegy szintén 235 forint, és holnap már nem érvényes a mobil hét, újra kellett kerékpárjegyet vennem, aminek 420 forint az ára, tehát rosszul emlékeztem, nem 460, hanem 420 forint. Így együtt volt az egész, 3485 forint. És akkor most irány a Fonyódi hajóállomás, és megveszem a hajójegyet át Badacsonyba. Itt vagyok a Fonyódi hajóállomáson. Azt mondták a jegypénztárba, a hajó jegypénztárba, hogy ez olyan fél tizenegykor fog eldőlni, fél tizenegy után, hogy fog-e egyáltalán tizenegykor indulni innen a hajó át Badacsonyba. Na most ez körülbelül egy ilyen negyed óra, addig kimegyek a mólóra. Elég szeles az idő, szép nagy hullámok vannak. És a hőmérséklet Pécshez képest visszaesett eddig 15,8 fok. Pécsen 19 volt. Erősen viharos a szél, szép tarajos hullámok.
ugye az időjárás és az erős hullámzás miatt gondolkodnak, hogy 11-kor menjen-e hajó vagy ne. Hát bízom benne, hogy azért bevállalja a katamarán, hogy átmegy. Egyelőre a katamarán nem láttam itt most a kikötőben. Nagyon viharos a szél. Itt vagyok a móló végénél. Szép nagy hullámok, hát igen, megjött a hidegfront széllel, ahogy jósolták. Közben eldőlt, indul hajó 11-kor Badacsonyba, megvettem a jegyet, 1400 a felnőtt és 1000 forint a felnőtt kerékpárjegy, úgyhogy 11-kor indul. Úgy néz ki, hogy a Füred nevű katamarán helyett most ez lesz a hajónk, ez élvezetesebb lesz, ez legalább jobban billeg a hullámokon. A jó időt látva gondolom most nem lesz sok bringás. Szerintem ez lesz a hajónk. Összeálltam a hajóra, ide tettem a bringát, 2 perc múlva indulunk. Ahhoz képest, hogy ilyen hűvös a hétvég, elég sokan vannak a hajón, majdnem megtelt. Első rész is. Büfé lett. És itt a hajóor. Elindult a lelle. Kiértünk az öbölből. Enyhe kis himbálózást lehet érezni, hiába ez nem katamarán. És elég hullámos most a víz. Simbolygása, ez még belefér.
Megérkeztünk Badacsonyba. Körülbelül ilyen 25 percet ment a hajó, itt egy kicsit esik az eső. Lazunk a mólónak. Fél 12 van, megérkeztem Badacsonyba. Körülbelül egy 25 perc volt a hajóút. Kicsit szemerkél az eső, 15 fok van, a szél valamivel enyhült. Ahogy mondtam, a mai nap végállomás a Keszthely lesz. Most el is indulok majd Keszthely felé. Föl a Badacsony felé a Római úton. Most már nem is 5, hanem plusz 14 fokra süllyedt a hőmérséklet. Viszont így nem lesznek olyan sokan. Azért kerékpárosokat így is látok. Más is van, akit nem rettentett el ez a hideg front. Ez Badacsonynak a főtere. És megyek tovább, keresem a kerékpárutat. Borkapu. Borkapu. És itt el balra. Ez a Római út, és egyben a kerékpárút is. Mellettem végig szőlők balra, jobbra. Szemben fonyult.
Muszáj volt kicsit kézbe vennem a kamerát, mert különben, ha az utat filmezi, nem látszik a hegy. Úgyhogy most levettem a kormányról. Eléggé rázós ez az út. Milyen szép szintén ez a borgazdaság. Ez volt a Villa Pacai borbirtok. Egy kis kápolna is. Hát, ha visz út a kápolnához, megnézzük. Visz, akkor ezt jó megtekerem. Zsák utca, de nem baj. Jó kis domb van hozzá. Szent Anna kápolna, 1789-ben épült. Szőlők öleli körbe a kápolnát, a háttérben pedig ott van Fonyód és a Balaton. Az ott Fonyód iránya. Megnézem a kápolnát közelebbről. Sajnos zárva van. És haladok is tovább. Abba az irányba. Már csak 13,4 fok van. De legalább nem esik az eső. Itt óvatosan már kavicson lehet tanyázni. Tudom, hogy így kicsit jobban rázódik a kép, de csak így tudom mutatni a pinceházakat. Hát azt kell mondjam, a rossz idő ellenére is, az előbb is itt állt mellettem egy 4-5 kerékpáros. Jöttem fel az emelkedőn, azt mondták, hogy hajrá, hajrá. Nem mindenkit rettent el ez a rossz idő. Majd lehet, hogy így vannak, hogy már nem volt foglalva a szállás, szemben Szigliget. És mindenképpen teljesíteni akarták ezt a hétvégi túrát. Éppen dél van. És javában zajlik a szüret. Itt ennél a portálnál is a kerítés hordó dongából van. Végig lehet látni, hogy van egy kis íve. Ötletes felhasználása a régi fahordóknak. És ezzel még nincs vége.
Nagyon ötletes. Megnézzük a Badacsony Tördemici templomot. Itt is szoba kiadó. Ezt a hangulatos kis házat megyek, megnézem. Itt van bent, ezen a kis utcán, ott a végén. Van Szigliget. Itt is apartmanok. Kiadók, sokféle szállások. Tábla. Lekanyarodunk balra Szigliget felé. Ahogy nézem, itt macska köves az út, hogy nem lesz olyan jó. Erre megyek. Igen, itt jó szar az út. Ez a régi macska kő. Ajjaj. Szemben a főút. Azt keresztezem és egyenesen tovább Szigliget. Máskor innen balról szoktam kijönni a főútról. Nem szoktam fölmászni ide a szőlőhegyre. Most kivételesen megtettem. -13,4 fok van, a szél az mérséklődött, alig fúj, az eső meg néha-néha egy kicsit szemerkél, szitál, aztán abba hagyja, de az aszfalt hál' Istennek száraz. Mindig ebből az irányból szoktam jönni, és mindig elkerült a figyelmemet ez a kis híd, ugyanis van itt egy kis patak, amit eddig észre se vettem. Ez itt végig a két fasor között folyik. Az utamat arra fogom egyenesen tovább folytatni Szigliget fele.
Balaton Egerics. Becehegy, szemben a golfpálya és a Balaton. Balra a golfpálya.
mentem ki Badacsonynál hajóval. -14,4 fok van, melegedett is az idő. Reggelhez képest egészen barátságos. És most 2 óra lesz 10 perc múlva. És azt mondja, eddig mentem 32-10, 22 kilométert. Nagyítok a kamerán a Tanúhegyeknél. Ott van Fonyód, onnan jöttem. Onnan áthajóztam Badacsonyba. És jöttem végig, ott van Szigliget. Jöttem arra tovább, és most itt vagyok Györökön. Akkor irány tovább Hunyarcvashegy. Hunyarcvashegy. Az időjárás teljesen megszelidült. Rá se ismerek a reggeli eszkét.
szóval onnan jöttem kerékpárral az előbb itt végig. És itt a kishajó kikötő. És irány tovább arra, Genesdiás felé.
8-tól délután 4-ig van nyitva. Megérkeztem a keszthelyi kempingbe, akkor a következő a helyzet, az olcsó Iris apartman már nem volt, ezért kivettem egy Fréziát, Frézia 8-as, ez lesz a szállás. Ez 10.000 forint volt egy éjszakára, de sokkal nagyobb a luxus benne, illetve 450 volt továbbra is az idegenforgalmi adó. Ez itt a partrész, és hátul pedig a sátras blokk, meg a lakókocsis blokk. Mutatom a szállást. A kerékpárt egyenőre csak ide tettem. Én mondjuk megelégedtem volna a Fréziával, az Iris-szel is, de a Frézia az sokkal kényelmesebb és sokkal jobban felszereltebb. Rengeteg szúnyog van, kicsit el kell őket hajtani az ajtóból. Sics. Gyorsan bebújok. Jó meleg van bent, itt még mindig van minimum 20 fok. Ez a nappali része. Van hűtőszekrény, mikro, televízió, flerszékek, egy konyharész, két kihúzhatós ilyen ágyfotellel. Ez itt a WC és a fürdőszoba. Csak tükör. Hello. És ez zuhanyzó rész. Csak kevés a fény. Tehát ez a mosdó. Menjünk tovább. Itt van egy kis konyha rész. A melegítési lehetőség, villanyrezsó. Gazdagabban felszerelt konyha. Üres. Evőeszközök. Lábosok. És balra a hálószoba. Hát ennyi a kégli. Innen a hálószobából meg tudom mutatni, hogy előző héten melyik volt a szállásom. Itt van pont szemben az Iris 16-os. Balról a második. Az. Első, második. Ezek a mobilházak a legmenőbb cuccok. Minimum 15.000 forint egy éjszakára egy ilyen. Közben ismét elerett egy picit az eső, szemerkél. Itt nincs senki. Kicsit bekukkantok, milyen lehet belül egy ilyen mobilház.
Csak így az ablakon keresztül. Hát nem tudom, mi látszik. Tükröződik az ablak. Amiben most én vagyok, a frézia, ez téglaépítésű, amiben pedig előző héten voltam az Iris, az simán gipszkarton vagy OSB lap. Akkor irány a part. Na nézzük közelebbről. Hát fürdőzők most már nincsenek, csak pecások. Meg előző hét szombaton milyen jót fürödtem még itt. Lássuk, milyen a víz. Nem olyan hideg azért. Jöhet a kellemes része, fürdés. Volt már melegebb is. Az iszap még mindig jó meleg, a víz alsó rétege, ez teljesen kellemes. Tegnap még 30 fokok voltak, sajnos ma szombatra jött ez a lehűlés. Még mindig tűrhető. Hihetetlenül jó meleg az iszap rész lent. Csak úgy melegíti a talpamat. Kicsit kirakom a kamerát.
leszünk. Nagyon tuti a víz. Franco. Kelet az esernyő, mert esett az eső, hogy ne legyen vizes a cuccom. Fél hét, itt vagyok a Festetics kastélyparkban. És mindjárt megnézem kicsit közelebbről is a kastélyt. Gyönyörű szép parkja van. Ez itt a régi lovarda volt. Na, akkor tovább előre. Az a baj, sok a szúnyog. Először itt elmegyünk jobbra a tóhoz. Van egy szép kis halastó. Meg egy kis híd a tetején. De most legalább nincsenek emberek. Nincs tumultus. Itt egy kis csobogó. Még vízilílium is van. És következik a haletetés. Hoztam egy kiflit.
az első fékem kicsit nyekerek az esőtől. Az a baj, hogy már kezd sötétedni, ráadásul felhős is az ég, ezért kevés a fény. Megpróbálok még pár felvételt a kastélyról csinálni. És kézbe tartom a kamerát, hogy tudjak pásztázni. Fölültem a kerékpárra, talán így gyorsabban meg tudom mutatni, mert nagyon sötétedik. Ez is itt egy szökőkút, ami nem üzemel.
Jó nézhet ez így ki, hogyha ezekben virágok vannak és megy a szökőkút. Itt a park vége. Kár, hogy megint sötétedik. És az eső is esik. Egyébként rengeteg szúnyog van a parkban. Néha zavarta a felvételek készítését a sok szúnyog. Próbáltam egyenesen tartani a kamerát, de csak úgy jöttek a kezemre. Elég szépen be van borulva, de mondjuk hideg nincs szerencsére. Sokkal sötétebb van, mint ahogy a kamera mutatja. És most kimegyek a kerékpár útra. Szemben velem a fő utca. Kávéház, étterem, ajándék volt, múzeum. Ez az Amazon látogatóközpont. És ez itt a sétáló utca. Adok egy elsőbséget, és gyerünk a sétáló utca. Föl vannak lógatva az esernyők a szélsétáló utcán, némelyiket megtépázta a vihar. Ez a többi egészen szépen bírta. Üzletek jobbra-balra. Most van 7 óra, de a felhő miatt már olyan sötét van, mint hogyha 8 lenne. Thank you.
Balaton Színház. Kongresszus Központ és Színház 2002. Homokzaton is látszanak a reliefek. És a másik oldalon is. Főtér. Ez itt az Állami Gimnázium. Kár, hogy a templom nincs kívülről megvilágítva, jól mutatna pedig. Kellett jönnöm ide, mert ott lépcső van. Ajaj, innen macskakő. Keszthelyen vagyok, lent a parti sétánynál. Bejöttem egy ilyen kis étteremszerűségbe. Szóval rendeltem egy húslevest gazdagon, 990. Illetve egy hamburgert 650-ért. Ez volt 1640, sajnos az MKB szépkártyát már nem fogadják el, úgyhogy készpénzben kellett fizetni. Megérkezett a leves, húsleves gazdagon. Közben megjött a hamburger is.